Most következik egy igazi ünnepi meglepetés. Szeretettel köszöntöm műsorunk vendégét, Medvecki Ilona művésznőt. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy minden további bemutatás teljesen fölösleges, mert nem csak a televízió képernyőjén láthattuk gyakran, hanem mostanában három produkcióban is fellép. Melyek ezek? Ez így igaz a Nirvana Bár, a Radnóti Színpadon a Lüki János szerelmeskedések, és a Thália Színházban a Jóból is megárt a kevés. Gondolom, hogy a sok-sok fellépés között viszonylag kevés ideje jut saját magára és a magánéletére. Most mégis arra kérem, hogy beszél nekünk arról, hogy szabad idejében, otthon mit csinál, egészen pontosan mit vesz fel? Kevés szabad időm van, de egy alkalommal a Békés Csabai kötöttárugyár mintaboltjában fölfedeztem egy pár olyan plüss anyagból készült otthonkát, vagy háziruhát, vagy melegítőfélét, amit én speciál nagyon szeretek, kényelmes, meleg, számomra nagyon megfelelő. Gondolom, hogy amikor egyik színházból a másikba, vagy az egyik próbáról a másikra siet, akkor is azért valamilyen a célnak megfelelő ruhát kell felvegyen. Ilyenkor mit visel szívesen? Természetesen, hát a munkával én leszálltam a földre, vagyis ez alatt értem a magas sarkú cipőből a lapos sarkú cipőre, és egyik színházból a másikba rohangálva, kocsit vezetve az ember logikus, hogy nyáron tréningruha és egy tornacipő hozzá, most tél víz idején, vagy legalábbis a hidegben már inkább nadrágok, pulóverek, sportos, ami lehetőleg kényelmes dolgokat szeretek. Mik a kedvenc színei? Fekete-fehér. Mindig? Mindig, egyértelműen. Természetesen szeretem a többi színeket is, de a vezető színem a fekete-fehér. Lassan közelednek az ünnepek. Mit vesz majd fel szívesen, hogyha összeül a család egy ünnepi ebédre vagy vacsorára? Mint már említettem, hogy vezető színem a fehér és fekete, délbe vagy déli órákba szeretem nagyon, van egy fekete bársony kosztümöm, fehér blúzzal, pici virággal. Délután ilyen koktélruhaszerűség sejemből, feketéből, szintén fekete-fehér blúzzal, kis boleróval, egy koktélruhát, de azon kívül nagyon szeretem a bőrt, bőr minden változatát, szintén fekete-fehérből, úgyhogy is azt variálom pulóverrel, blúzzal, nadrággal, szoknyával. És az ünnepi estéken? Hát, ha nincsen fellépésem, és civilként megyek este valahova, akkor ugyanezt a fekete szoknyát fölveszem egy csipkeblúzzal, egy aranyblúzzal, megblondítom egy sállal, egy kis virággal, hisz a színház olyan sok öltözködést és sok gyors öltözést igényel, hogy a civil életemben igyekszem egyszerűen öltözködni. Most mégis egy fellépő ruhában látjuk majd, mert arra kérem, hogy a Módi nézőinek énekelje, táncolja el azt a produkciót, melyet most a Thália Színházban a Jóból is megárt a kevés című darabban láthatnak a nézők. Minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, don't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Hey, big spender! Little time with me. Wouldn't you like to have fun, fun, fun with the both of you? Laughs, laughs, I can show you a good time. Let me show you a good time. If you walk within the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, don't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see.